Jó estét, jó napot, jó reggelt annak függvényében, hogy ezt a műsort mikor látják. Szerintem Tibor, törüljük meg a szemüvegünket, hogy jól lássunk. És innentől szerintem minden beszélgetést kezdjünk így. Akkor legyen ez, ami... És ez annak az illúziójának a felfestése, hogyha letörjük a szemüvegünket, tisztán látunk? Vagy merő motorosság. A mi életkorunkban ez már teljesen mindegy. De ha nem vigyázunk... Neked könnyű, mert nem vagy szemüveges. Szimbólum lesz belőle. Én látlak titeket tisztán. De nincs kontaktlencséd? Nincs. Nincs. Nem tisztán. Biztos, hogy... Te hanyas vagy? Nem, ezt inkább azt szoktam, hogy 50 plusz. Használjuk ezt, mert nekem fiatal gyerekem van most. Rendben van, de nem ebből a tévéműsorból fogja megtudni, hogy az apja hány éves. Egy hónappal fiatalabb vagyok Gyurcsány Ferenc. Ilyen szűkítéseket tudok neked mondani. Jó, én tudom, én a Feri tudom hány éves. Ugye egy gimnáziumban jártunk, de nem érintettük egymást, tehát öttel a fiatalabb. Itt sajnos én vagyok a legöregebb. Hát ez van. Ne. Tényleg? De. Viszont te tartod magad a legjobban akkor. Rendben van, most már haza is mehetek. Nincs megegyezés a tekintetben, hogy miről beszélgessünk. A Bakásnak volt egy elképzelése, hogy éppen a napi dolgok okán egy olyan tévéműsort csinálom, de ő visszakerül a halhatatlanságba, te a süllyesztőbe meg hazamegyek. Bocsánat, csak adódott a lehetőség. Mi lett volna az a téma, csak a villást fel? Ma 27-en. Szerintem most a Botka ajánlata az egy ilyen vívőanyag. És hogy mit gondolnak az emberek, a pártok az ajánlatra. Úgy, ha ez egy ausztrál film lenne, az lenne a címe, az ajánlat. Tehát ez jutott eszembe, hogy... Beszéljünk erről? Hát nem tudom. De lehet máshogy is beszélni erről, mert ha a szemüvegtől és erről... Bármiről beszélgethetünk, amikor ugye az első műsor után beszélgettünk két mondatot a lehetőséget, létrehozó valaki, ugye Tóth Csaba, akkor azt mondta, hogy szabad kezünk van, úgyhogy felmerül bennünket, hogy minden nap meghívjuk Várnai Lászlót, és esetleg az összes politikai ellenlábas, de ezt még eddig nem tettük meg. Ugye abból azt feltételezzük, hogy még olyan tévéműsor szeretnék készíteni veled, és hogyha az emberek rákapcsolnak, akkor azonnal ne kapcsolják ki. Úgyhogy... De ne úgy kezdődjön, hogy kedves elnök úr, mi a zuglói kötődése, mert azt hiszem minden tévéműsorban így egy ilyen önkormányzati vagy keleti tévében így kezdenék, úgyhogy azt kérdezem tőled, hogy honnan jöttél és hány perc alatt értél ide? Óbuda. Óbudáról az Árpád hídon át, teljesen be van állva. És ugye most, amikor fölveszük, megmutatom, hogy jó reggelt, jó estét, jó éjszakát, mikor nézik, ez a csúcsidő környékén van, 55 perc, és szerintem ez botrány. 55 perc, hány kilométer? 10, nem tudom. Figyelj, Gyula, itt a ragyogó lehetőség. Azt mondod, hogy ha mi nyerünk, 5 perc lesz. Két pillogóval együtt. Ne, komolyan, 5 perc. Mindenkinek helikoptert. Tehát akkor mi minden budapesti lakosnak helikoptert, akinek dolga van. 5 perc alatt nem jön lesz a helikopter, hogy el kell menni a leszállópályára. Meg különben is ez kopírozás azért Rogán után van. Így van. Azért eredeti megoldást kérünk. De egyébként jó a kérdés, hogy nem gondolkodott soha a szocialista párt ilyen szintű lózungokba? Mert azért, ha megnézzük a politikai hajszát, akkor ezek nagyon működnek. A kétfarkú kutyapárt erre alapozta egész. Jó, 5 perc Óbudáról Zuglóba. Igen, ez a szlogen. Hadd mondjak erre valamit. Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy volt egy migráns kampány tavaly, ugye október 2. a népszavazás. Nekem összefolyik az egész. Az jó, egész csak azt akarom mondani, hogy engem akkor választottak meg elnöknek, és frissen megválasztott elnökként az első választmányi ülésünk szeptember 2. kampánykezdés. És akkor egy ilyen kreatív csapattal kitaláltunk egy nagyon vicces kampánysalatot. Igen, nem, nem igen. Nincs ez meg esetleg, mert te többet foglalkozol a politikával. Én figyelek. 10 órakor elkezdődött a választmányi ülésünk, kiraktuk a kertbe, egy ilyen olyan helyen volt, ahol volt egy kert, érkeztek a küldöttek, majd a sajtó is. 10 óra 30-kor már az volt az újságban, hogy a szocik tényleg végleg meghűltek, tehát tényleg ezeknek elment az eszük. Bent a teremben forradalom volt, hogy el kellett tüntetnünk, pedig pont azt csináltuk ma, amit később a kétfarkú kutyapárt azt mondjuk, hogy azt a de szellemes. Szóval ezen a ponton rá kellett jönnöm arra a klasszikus rendőrvicre, a megtanulnak a rendőrök vízen járni, biztos ti ezt tudjátok, és akkor állnak az emberek, nézve a hülyék még úszni se tudnak. Egy szoci szerintem ne viccelődjön most, mert nincs meg, tehát nem... Ez egy kultúra.
Micsoda? Nem, ezt nem hagyhatom ki, nem pont ebben a formában. Margaret Thatcherrel reggel beszéltem, ugye az én rádiómisoromban most, ha minden szerdán beszélek a Gyurcsány Ferenccel, és ő pontosan ezt mesélte, csak a Margaret Thatcherrel, de szóról szóra. Micsoda, hogy igen, ezt a vizen át. Ja, ja, a vizen át. Jó, tehát ebből látszik, hogy akkor poénban ugyanazzal a csapattal dolgozunk. Ugyanaz a készlettel dolgozunk. A másik pedig, amit szerintem... Nem vagyok meggyőző, miért nem szabad viccelni? Azért, mert van, akinek a humor az humor, van, aki pedig ettől ilyen bárgyúnak látszódik. Most nem tudok más, nem akarom saját pártomat ezt mondani, mert nem erről van szó. Vannak embereknek nem áll jól a humor, vannak szerveteknek nem áll jól a szellemeskedés. Mi most ebben a sávban vagyunk, lehet, hogy ki fogunk ebből jönni. A másik, ami meg szerintem szintén probléma, az pedig az, hogy minket hajlamosak az emberek úgy látni, hogy mi akár még felelőtlenül is ígérgetnünk, mert esetleg így gondolják. Hát nekünk például nagyon ki kell centízni azt, hogy meddig megyünk el, abban, amit ugye úgy volt a kérdés, hogy miért nem mondjuk hangzatos mondatokat. Már a 13. havi nyugdíj bemondásánál azt mondták az emberek, hogy na, szocik kezdik. Pedig azt lehet tudom nektek vezetni, hogy 240 milliárd... Állj meg pillanatra, amikor azt mondod, hogy a szocik kezdik, neked maga a szoci szó, az teljesen szalonképes, tehát ez a szoci szó, ez rendben van? Nekem... Csak kérdezem. Igen, hát... Jó, oké. Szerintem egyszerűbb. És megint kezdik, ott tartott-e? A 13. évi nyugdíj 240 milliárd forintba kerül. Azt vélelmezzük, hogy a nyugdíjasok jelentős része ezt nem betenné a befőttes üvegbe, hanem azonnal elmenne vásárolni. A áfával csökkentve azt jelenti, hogy nettó 140-150 milliárd a költségvetésnek. Ez szembeállítható egy Puskás stadionnal. Erről beszélünk. Ez szerintem nem demagógia, ez szerintem ott van azon a vállalható határon, hogy mi azt mondjuk, hogy nekünk prioritás a nyugdíjak a Puskás stadionokkal szemben, vagy stadionokkal szemben. De még ilyenekkel is óvatosnak kell lennünk. Szóval azért mondom neked, hogy a helikoptert minden családnak, hogy gyorsan bejussanak el az Ugló TV-vel című program, ez egy jó, szükséges, de nem elégséges a kormányváltáshoz, de... Uh-huh. Kedves Gyula, mit csinál a Lakos most? Lakos Imre, DK-s, DK-s... De foglalkozását tekintem. Nyugdíjas. És te? Nyugdíjas, én... De főfoglalkozás elnök vagy? Igen, én főfoglalkozás elnök vagy, pártelnök. Onnan kapom a fizetésemet. Mielőtt elnök lettél volna, akkor mit csináltam? Akkor fővárosi képviselő volt a főállásom, ami egy ilyen szempontból egy érdekes helyzet. Lakos Imre nyugdíjas, de politikai értelemben DK-s most ott van. De hát nem tudod miért kérdezni, nem ideig. Igen, és... Nem, csak hogy hova lehet visszamenni. Nem, mert nekünk volt egy közös műsorunk, egy nagyon híres műsor, második adását én vállaltam. Nem. Abba te voltál édesem az első, elnézést. Második. Nem, te voltál az első, szerintem. Nem, szerintem volt egy próbaadás valakivel. Próbaadás nem volt. Akkor szerintem meggyőzte engem, hogy menjek be, mert valaki ott neked nemet mondott. Az lehetséges, de akkor az nem volt próbaadás. Ugye ez a messzire jött ember volt az ATV-ben. Valaki volt ott. Szerintem volt egy műsor. Megnéztem, akkor egy kicsit összeszorult a torkom. Lehet. Így fogalmazzak. Aztán utána meg az... De az durván 4 vagy 5 éve volt már, ez régen volt. Hát te jobban tudod, mikor ért véget a per? A per 2014. május 20. Hát akkor az időtáj. Te egyáltalán emlékszel a perre? Milyen perre volt Molnár Gyulának? Hát gondolom hazaárulás. Igen, egy. De belelőttem? Most, ja, nem. Jó, mert különböző szintű pereket folytatnak, csak azért mondom, hogy a... Akkor, ha nem haza, akkor korrupciós ügy volt. Hát, azért ezért komoly a kérdés, hogy azért a Habony-féle média, amely diktálja a tempót, például kokáért, hogy hogyan védekezik ellenzékben az MSZP. Igen, de te ügyed, az még korábban kezdődött, nem? Tehát az valahogy... De mind a mai napig igaz ez a tétel, hogy az ellenzék nem tudja átvenni a média irányítását közbeszédben. Azért igen, de ugye beszéljünk a szikát tényekről. A média elemzők szerint 94% per pillanat az, ami kormány és kormány közeli vállalkozó kezében lévő média. Mi úgy tudjuk, hogy a TV2-nek már nincs hír szerkesztősége, hanem készen kapja azokat, már leszámítva azt, hogy a postás megharapta a kutyát híreken kívül, készen kapja azokat, amiket a politikában neki elő kell állítani. Elképesztő gépezettel szemben vagyunk. Ráadásul ugye azt mondom, hogy nem akarom ma sokat sinfölni magunkat, mert inkább dicsérni szeretném, de hagyományosan, legendásan precíz és jó kommunikátoraink vannak, akik kőkeményen viszik végig az üzeneteket. Most ezt idézőjelbe tettem.
ebből a szempontból nem vagyunk versenyképesek, valóban úgy látom, hogy itt centire kivannak. Nem mondom, hogy ez hogyan működik, amikor hatalmon van az ember, meg sok pénze van, meg működik a rendszer, akkor az, hogy mit mond a miniszterelnök a 10 órás napirend előttibe, azt reggel 6 és 8 óra között megmérik egy 500-as telefonos mintán. Ők ezt szerintem óránként csinálják ma, hogy mit szeretne adni az ember. Itt már nincsenek értéktartományok, mint régen, nincs bal meg jobb oldal, itt érdekek vannak, és mit szeretne hallani a választó. Végletekig lebutított mondatok, és mi sem a mennyiségében, sem pedig ezzel a tartalommal valóban nem tudunk versenyezni. Jó, egy Zugló TV-vel egy ilyen műsorral hova lehet betörni? Betörni, beszüremkedni. Egy ilyennel? Én, ha ezt hálózatban lehetne rendezni az ilyen típusú lokális tévéket, és ott lehetne egy egységes, olyan helyi szintű üzenetet megfogalmazni, azt szerintem egy idő után át tudna törni. Oké, itt ülünk a Zugló TV-ben, ma 27-e van szeptember adásban, 28-án is ki tudja még ismétléskor, mikor kerül. Mi ma az üzenet? Zuglónak. Zuglónak? Hm? Hát először is az, hogy... Sziasztok! igen, szépen, jó estét, Zugló. És az, hogy Magyarország még egy Orbán kormány nem bír ki. Jó, de ez Zuglónak üzenet, vagy mindenki? Ezt szerintem ez mindenkinek, mert arra szól. Most... De Zuglónak speciális üzenet nincs. Hát most egy pár percet adtok, és közben beszélek, és úgy csinálok, mintha nagyon a szavakat formálnám, és közben természetesen gondolkozom. Én szerintem az alapüzenetünk nekünk most egyértelműen az, hogy ez a kormány kap még 4 évet, befejezi a nagy művet, az első 4 évben átalakították a jogrendet, lebontották a jogállam mindenfajta elemét, a fékek ellensúlyokat, a második ciklusban ellopták az országot, a harmadikban eltüntetik a nyomokat, ha kapnak harmadik esélyt. De ugye a vodkában már előjött a Bakás, én ezt nem biztos, hogy forszírozni akarom, de itt van a Medián tegnapi jelentése, a műsorunkhoz képest talán tegnap előtt. Mérvadó, nem mérvadó? Befagytak a pártreferenciák. Nézzük egy picit más oldalról. De bocsánat, csak egy pillanatra, hogy azért szerintem, talán azért, mert a szerb hegyek közül jövök, egy idő után bele kéne törődni abba az állapotba, hogy nincsen médiája az ellenzéknek. És azután is van élet. Tehát az a pártelnökben nincs némi szorongás arra vonatkozóan, hogy az üzenetek se jutnak el? Válaszok ezt a kettőt szerintem. Ez két mind a kettő nagyon-nagyon fontos kérdés. Az egyes számú állításom az, hogy a Fidesz már régen nem foglalkozik új szavazók megnyerésével. A saját szavazói újra számlálásával, regisztrációjával és a választásokon való elvitelével. Egy másik aztán folytathatod. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban feltenni. Ránézésre megmondod, ki az? Nem. Hány percig beszélsz vele, mire rájössz? Ja, pár perc, ez azonnal. Mondjuk olyan szempontból, mivel egy viszonylag ismertebb arc vagyok itt Budapesten, látom abból, hogy ez a elfordul és ilyen csóválja a fejét, vagy biztosan mosolyog, tehát ebből a szempontból azonnal megtudom. Menjünk tovább elnézést. Ő nekik ma csak és kizárólag ez a politika, hogyan miképpen tudják a saját szavazókat elvinni, és az lesz a kampány lényege tulajdonképpen, hogy kár elmenni, marad itt minden úgy, ahogy van. Mert az alacsony részvétel, az már egyértelműen a Fidesz számára kedvező. Szerintem ez egyes számú politikai állítás. Megjelent az, ami utoljára 2002-ben volt Magyarországon, ha emlékeztek akkor, hogy egy Megyesi Péter nevű emberrel egy olyan fordulat lett, amit még aznap sem mért az exit poll. Megjelent az a szavazói attitűd, én ezt meggyőződésem, hogy inkább azt mondom a kérdezőbiztosnak, hogy Fidesz, mert a lányom a tanácsnál dolgozik. Vagy ez a... ott úgy, hagyjanak engem békén. Majd kormányzatok, mondja. Tudom, szándékosan viccelődtem ezzel. Én is szoktam, próbáltam így ironikus lenni. És a másik pedig az, hogy azt mondja, hogy én nem tudom még, valószínűleg még nem tudom, kire szavazok. Most először van annak értem, a politikában mindig azok mondják, akiknek nincs ötletük, hogy mi középről akarunk. Oké, azt kérdezem tőled ugyanígy. Hogyan jössz rá, ránézésre megismered-e a rejtőzködő szavazókat? Hát ez nem. Figyelj, ebben a közegben élsz. Ugye ez olyan dolog, mint egy vadász. Megmondja, majom hang, leopárd hang, gepárd hang. Így kell reagálni. Nem. Én szerintem egy pártelnöknek az a feladata, hogy amikor mi rendelünk egy mérést, és nem kapjuk készen mondjuk, mint a Mediánét, akkor én ezeket a szegmenseket kérdezzek rá, hogy mondjuk például Tolna megyében, melyik az a település, ahol valamiért bizonyos korosztályban, vagy bizonyos társadalmi csoportban jól láthatóan több a
bizonytalan, és arra tudok-e csinálni speciális programot. És itt jön, amit te kérdeztél, hogy igen, egyszer ezt el kell engednünk, ezt a problémát, nem fogunk tudni bekerülni, és valószínű, hogy nem hagyományos kampánytechnikába kell gondolkozni. Két lehetőség van. Az egyik az, hogy mi is felnövünk ahhoz, amivel a világ fölnőtt, ez a közösségi média célzott használata. Ugye ezt ma megcsinálták Amerikába. Valószínűsíthetően el tudunk egy olyan csoporthoz jutni, aki ma egyébként a politikával nem, vagy az MSZP-vel nem foglalkozik. A másik pedig az, hogy meg kell rázni magunkat, és mivel szervezet értelemben az utolsó olyan párt vagyunk, akinek még van hálózata, ugyan ez egy lefelé épülő hálózat, a Jobbik egy fölfelé épülő hálózat, és ott jól láthatóan van is forrás, nálunk kevesebb. Ki kell vinnünk az utcára a maradék szimpatizánsainkat, és egy nagyon komoly földharcot meg kell akkor fordítani. Akkor ebben megvan dicsérve a Tóth Csaba, aki az önkormányzat időközi választásokat... A Tóth Csaba a legjobb. És azt mondom, olyan erőket tud a Csabait megmozgatni, ami szerintem ma benn van a top 5-ben a szocialista párt szervezetében. De amit ő neki és a csapatának sikerült Zuglóban, az mennyire mérvadó az országban, vagy Budapest más helyén? Fogalmazunk úgy, hogy ha kevés az erőforrásod, meg kell próbálni koncentrálni. Ma nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy szerintem a 106 körzetben van 30-40 olyan, amire kell jelentős erőforrást pazarolni. Ezt nem fogjuk elmondani ennél szélesebb nyilvánosságban, mert nyilvános értődés van. Bújás Gergely is azt mondta, hogy csak addig beszélget velem, amíg nem vagyok része az egyes számú nyilvánosságnak. Tehát te már a második vagyok, aki rendben van. De mondjuk azt mondjuk, hogy van egy ilyen érzéke. Van. Hozzá vagyok szokva. Megértettem, bocsánat. De ugyanazt mondtam, mint te? De abban a 45-50-ben is kell rangsorolni, és ott az, amit Tóth Csabait meg tudod csinálni hálózatban, földharcban, ha azt meg tudjuk csinálni a helyek 70-80%-ában, akkor azt mondom, hogy van esély. 2002-ben az MSZP, az a Ron Werberrel, aki most ugye az LMP-nek dolgozik, mint olvastuk, azzal úgy jött ki a gettóból, vagy úgy jött ki abból a vesztes helyzetből, hogy kimentünk az utcára, piros dzsekiben, vállaltuk azt, hogy én is. Akkor az volt, hogy ilyen 15-20-30-40 ember állt, kereszteződésekbe szórólapot osztottunk, és azt mondták a emberek, hogy hoppá, itt vannak a szocik. Hát ezek azt hittük, már eltűntek. És nem, és a piros szín jó szín, kommunikáció szempontból, már ilyen média szempontból, nem véletlenül a Coca-Cola és a McDonald's ezt használja. Történelmileg is. Történelmileg is szerintem nincs baj, és ez egy fontos mondat, hogy én a francia forradalomra gondoltam, segítek, nem az oroszokra. Ezt a választást most nem lehet középről megnyerni. Tehát az, amit a Vodka meghirdetett, amit én magam is elnök jelöltként mondtam, hogy ez egy ma igény van újra egy klasszikus baloldali megközelítésre, még akkor is, ha a világ látjuk, hogy arra fele megy, hogy mosódnak el ezek a határok. De ugye előjön az, amit minden nap hall az ember, és de valószínűleg még gyakrabban a foglalkozásodból adódóan, oké, tudjuk, kormányváltó hangulat van, ha összeadjuk az összeset, akkor többségben vannak. A kormányváltó hangulat mégsem kristályosodik ki egy konkrét egységre, amire azt mondja a nép, hogy ezentúl föl fogja akasztani az akuját. Hölgyek mást. Miért nem? Vagy még ráérünk arra? Nem. Semmire nem lehet ráérni. Nem. Hát ez sajnos, ez nem, hogy bemegyek az étterembe, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, kérek egy világos, egyértelmű alternatívát. Emmanuel Macron viszonylag rekordsebességgel egyébként a szocialista pénzügyminiszterből, csak ugye azt, hogy kevesen tudják, lett egy ilyen függetlennek tűnő és elfogadható személyiség, és a franciák többsége úgy döntött, hogy szakít a klasszikus párt struktúrákkal. Botka Lászlót mi ilyennek tekintettük, és szembesültünk azzal, ami egy visszatérő probléma, hogy van egy olyan értelmiségkör, vannak a barát ellenség, meg az ellenség barát, meg az ellenség ellenség, aki úgy érezte, hogy ezt őneki el kell fűrészelni a lábát. Szisztematikus munkával 3-4 hónap alatt ma Botka László az ország legsikeresebb polgármestere, 16 éve nyeri Szegedet, és jól csinálja az ottaniak szerint. Azt ma olyan sandán néznek rá az emberek, hogy biztos, hogy ő jó. Mona Gábor ugyanezt építi. Jól láthatóan. Itt az lesz a kérdés, hogy ez vezérelvű választás lett, ki tud bevenni a kihívó szerepbe. Majdnem érdektelen egyébként, hogy a mögötte lévő pártok állapota milyen. Majdnem, fontos, de majdnem érdektelen. Ez egy pár hónappal ezelőtt ez egy Botka-Orbán meccsnek tűnt, és az nekünk kedvező. Ma ez egy Botka-Orbán vagy Vona meccsé egyszerűsödik. Nem hiszem, hogy ebben, bocsánat, ha megbántok valakit Zuglóban, jó, akkor nem is mondom a nevét, hogy esetleg ő ebben részt vehet-e. Itt a Zugló TV-ben érdekes lenne egy ilyen miniszterelnök jelölti vitát lebonyolítani, de hát ugye 14-ben sem volt.
Igen. Ugye az a kérdés, hogy 18-ban az általad említett személyek, a miniszterelnököt leszámítva, másodnak miniszterelnök úr, de ez most nem tiszteletlenség volt a részemről, azt a helyzetet feltételezve, ami most van, mondja azt, oké, leülök vele. Zuglóiak fognak-e látni? Nem csak zuglóiak, ilyen miniszterelnök. Ilyenek demokráciákban történnek, János. Ilyen azért volt korábban. Jó, csak mondom. Még előfordul, de egy ideje. Ez demokráciák legyen. Szerintem például fognak látni egy Botka-Vona vitát rövidesen. Igen? Igen. Egy fontos kereskedelmi televízió ezt a gesztust megtette, és a tegnapi beszélgetés Botka László az volt, hogy elvállalja ezt a vitát. Tét? Tessék? Mi a tét? A tét? Hát óriási. Szerintem. Igen, igen. Tehát nagyjából mikor lesz? Kedd este. Ha tényleg lényeges... Jövő hétről beszélünk? Jövő hét. Jövő hét. Ha tényleg lényeges, azok a szavazók, akik tűnődnek, akkor rettenetesen fontos. Szerintem ez nagyon fontos. Nem, nem, nem egy, egy riporter fogja moderálni. Belsős műsorvezetővel. Tessék? Belsős mármint, hogy a tévészet. Ez egy hagyományos minden este lévő műsor. Szerintem ez egy... Teljes időtartam? Nagyon fontos. Úgy tudom, hogy igen, tehát 50 perc. Szabályok egyeztetve? Nincsenek most ilyen szempontból, ez inkább ilyen beszélgetés. Ez egy első próbálkozás. Én azt gondolom, hogy ez fontos. Másik? Tehát azt mondom, hogy ha megyünk ezen az úton tovább, és a végén nem az történik, amit gondolok, hogy leszűkül két kihívóra, vagy azt mondom, két kihívó jelöltre, akkor azt mondom, hogy másokkal a mi oldalunkon vitatkozó nyilvánosság előtt nem de, szabad. De nagyon megtisztelt, hogy ezt elmesélted, függetlenül másra elmesélted, de már. Nem. Tételezzük fel, hogy neked a hozzád közel álló, hiszen a másik nem közel álló személy nyer, az egyértelmű, hogy annak örülsz. Az le van-e fektetve, vagy az egyáltalán nincs lefektetve, hogy utána egyébként mi történik? Nyer, mit jelent, hogy nyer a Botka? Vagy ilyen sincsen? Utána jönnek a közönségmérők. Tehát vita van, és ennyi? Vita van, és ennyi, és igen. Tehát én azt mondom, hogy ez még olyan szakaszban van, bár ugye mondtad, hogy már nincs már egy perc se, ez olyan szakaszban van, amikor még lehet bemérjük, mindenkinek ugye? Korrekciót. Nyilván mérjük. Ezeket, ahogy például mértük annak a bejelentésnek a hatását is, amit ugye a pártbarátaink azok többségében elutasítottak, vagy legalábbis úgy reagáltak, hogy nem látják ezt időszerűnek. A közben a közvélemény pedig azt mondta, hogy na végre, de jó, hogy ebben valamit csináltak. Ez még abban a szakaszban van, amikor lehet a szükséges bármilyen módon apró korrekciókat végrehajtani. Tehát most a költségét... Ne olyan legyen, mint amikor Bajer Zsolt meghívta a Magyar Ellenzéket, én azt láttam videón. Ez nem vita volt. Hát azért mondom, hogy Bajer Zsolt megette a Magyar Ellenzéket a kávézójában. Hát azok a tüntető fiatalok, hogy ki is volt. Mindegy, akkor is, hogy azért, voltak. Ha nincsenek lefektetve a szabályok. Szerintem egy költői kérdést itt helyezünk be az asztal közepére, amiket nálunk is vita, hogy az emberek egy anti-Orbánt keresnek, tehát egy baloldali Orbánt, vagy egy még jobb oldali Orbánt, vagy pedig úgy gondolják, hogy legyen végre béke Magyarországon. Én személy szerint ebbe az irányba megyek. Tehát az is egy nagy kérdés, hogy a vitán kitűnik erőszakosabbnak, kitűnik felkészültebbnek, vagy kitűnik olyannak, akire azt mondanám, hogy ha ez lenne, akit most 4 évig néznem kell, ez szívesen. De egy dolog benne van, és azt ugye az innentől kezdve teljesen evidens, az evidens szó ugye magyarban nem igazán fokozható, hogy hogy annyival szalonképes, hogy vitatkozunk vele. Tehát e tekintetben át van lépve a Rubikon, meg az összes folyó. Át van lépve. De ebből nem következik, hogyha netán őt hozná ki a nép, hogy mi egyébként fel akarnánk zárkózni mögé. Nem. Nem. Ráadásul nincs is se politikai stratégia, se választás technikai értelme. Te mondtad az előbb, Gyula, hogy annyiban jelentősége van, hogy legyen egy kihívó. Így van. Így van. Ha két kihívó van, akkor Orbán Viktor számára... De akkor mégis ennek a történetnek mit kérne, hogy x hónap után, vagy hét után, vagy ki tudja hány alkalom után a végén... De nem. Nem lehet, hogy úgy lesz egy kihívó, hogy a kettő megalkuszik, és egy-egy úrja magát, és a másik miniszterelnök helyettesnek, vagy bejelentkezik. Nem. Ma azt mondom, hogy a Jobbik az a Fidesz Light. Miért akar egy ország egy jobboldali Fideszt, egy potens Orbán Viktorra leváltani egy ki nem próbált Vona Gáborra. Ha az emberek azt mondják, hogy maradjon minden így, ahogy van, nem értek vele egyet, akkor maradni fog minden így, ahogy van. Ha változást akar, arra kínálkozó oldal az mi vagyunk. Az, hogy milyen nagyon-nagyon nem tudjuk magunkat összerendezni, ez egy
intőjel mindenki számára, és ezért kell ezen gyorsan túllépnünk. Össze kell tudni magunkat rendezni, mert egyébként az emberek azt fogják mondani, hogy nincs alternatíva. És még egyet szeretnék mondani, a Fidesz, a Jobbik elkezdett befelé menni, ugye a lineárisnak tekintjük a politikai skálát, szélső jobb, közép és bal. Ők mennek befelé, a szélső jobbról. Az a baj, hogy ahol ők mennek, ott van valaki, ezt tudják, hogy Fidesz. Azt jobban csinálja a Fidesz, amit a Jobbik most meg akar mutatni, arra nincs szükség szerintem alternatívaként. Tehát szerintem rossz a helyzet, ha most viccelődni akarnék, de kipróbáljuk, hogy milyen szoci viccel, hogy esküvő előtt maximum ráncfelvarrás, plasztikai műtétet nem, mert nem ismer meg a vőlegény. Tehát elindul valahonnan, ott elveszít valamit, oda még nem érkezik meg, ahova menni akar. Majd lesz ennek helye, ha összeomlott a Fidesz. Jó, tételezzük fel, hogy a holnap a nézők ezzel majd szembesülnek, hiszen ez felvételről megy. Mi kéne, hogy a tanulsága legyen ezen keddi alkalomnak? Azt szeretném, hogyha az világos lenne, hogy két nagyon fontos mérőpont van szerintem, amiben most hiátusunk van, ez a hitelesség és a kormányzó képesség felmutatása. Az derülne ki, hogy Botka László egy hiteles ember, és egy kormányzó képes. Hitelesebb, mint a Vona. Hát ez egy óriási dolog, nem, hogy a Vona Gábort nem próbálta ki soha sehol senki. Tehát azon túl, hogy most azt látjuk, hogy bátran vágja oda hetenként a szükséges mondatokat a parlamentbe, azon túl azért Vona Gábortól még nem láttunk teljesítményt. Botka László pedig azért 16 éve vezet egy olyan várost, és én azt mondom, hogy ez lehet... Jó, de azért hadd mondjam Vona védelmére, hogy az átmegy ám, amikor azt mondja, hogy meg fogunk titeket vizsgálni. Ez egy biztos dolog. Igen, csak hat az emberek lelkére. Mert akik nagyon dühösek, és haragszanak a kormányra, azok már meg szeretnék élni azt a pillanatot, ami én ért, hiszem, hogy demokratikus jogrendszerünk kétséges, hogy például Felcsútból olyan stadion legyen, mint volt annó. Én azt onnan tudom, hogy a Jobbik komolyan van véve, mert hogy elsősorban Simicska Lajos jóvoltából ugye nagyon sok plakát van kint, és azt valami gőzerővel, de nem a Pest megyei kormányhivatal, hanem nyilvánvalóan úgynevezett szabad csapatok, csak nem szívesen használom ezt, hiszen ennek más, de annyiban szabad csapatok, hogy egyszer szívesen megnézném azt, ahogy mondták, hogy az éjszaka leple alatt, ugye, ahol én megyek a rádióba, ott fokozatosan láttam, hogy egy hét alatt, négy nap alatt, hogyan hát, tűntek el részek szisztematikus munkával, előbb szöveg, aztán kép, aztán az egész, az nagyon komoly meló, és nagyon sok plakát. És csak ezek a plakátok, tehát az, amit a Jobbik, a Simicska Lajossal együttműködve mondva a jövő, ugye a plakáthely megcselekszik, az valahol azt mutatja, hogy a Fidesz erre figyel, mert annak az üzenetét nem lenne jó, ha az emberek sokszor olvassák, és a gyerekek azt kérdeznék, hogy apa, mi van oda írva. Én meg mondanám a Botkának, jó indulatom jeleként, hogy a Hagakurében, a szamurájok kézikönyvében az van, hogy soha ne nézd le az ellenfeled. Mert abból mindig vereség származik. Kettő méter magas. Már ez jó. Igen, csak mondom, hogy a Vona jelenséget azért nem lehet semmi. Nem. Nyilvánvalóan két nagyon fontos dolgot mondtunk itt most ki. Az egyik az, hogy Jobbiknak lett pénze. Ez süt a Jobbikról egyértelműen, és az is látszik, hogy a Fidesz zavarja ez a dolog. Attól fél, hogy a Jobbik fölé tud-e menni ennek a 10-15%-nak, vagy pedig zavarja őt Simicska Lajos, ezt majd a történelemkönyvek fogják eldönteni. Én azt szeretném nektek állítani, hogy vannak természetesen működő kommunikátorok, és vannak megcsinált kommunikátorok. A Vona Gábort ma úgy látom, hogy egy nagyon jól összerakott történet, kicsit steril emiatt néha, ez a hitelességnek a kérdése. Hiteles abból a szempontból, hogy tiszta, de hiteles abból a szempontból, hogy amit mondasz, meg tudja csinálni. Mint ki? Vona Gábor. Én nem akarok itt... Tiszta, hogy értjük azt, hogy tiszta? A ti mennyire elmondom? Nincsen súlyos múltja. Nincsen súlyos múltja a Vonának, vicceltek már vele. Hát Gábor. Soha nem kormányzott, nem volt... A tekintetben nem, de hát ott van a Jobbik Magyarország, könyörgöm. Hát a bírósági határozatok vannak, hogy le lehet őket nácizni tudtommal. Hát azért mégiscsak ott volt meg annyi olyan... Ja, ilyen szempontból, igen. Tehát nem, nehogy már letisztázzuk őt. Ez nem a múltja. Tehát ez a... Ne arra ugye a jelene, hogy lehet tiszta a múltja, nem tiszta. Nem. Én ezt úgy fejlődik, bocsánat. Tehát nem a kormányzás az, ami egyedül kompromittál. Tehát azt mondom neked, hogy tudjuk, hogy a gárda mellény ott lóg
a szekrénybe. Hát ne higgyük el, hogy a cukiság kampány igaz. Hát ebből a szempontból a Jobbikot nem lehet kiengedni. És nyilván Botka Lászlónak ez lesz a fő kommunikációs csapás, hogy lehúzza ezt a fajta állatot. Én arról beszéltem, hogy nem voltak még hatalmas sehol. Kérdezzük meg az Ózdiakat. Az Ózdiakat, mert Ózdon 3 éve Jobbik polgármester van. Hogy látják, a Jobbik tud-e vezetni egy várost? És én most voltam pont Ózdon, azért mondom ezt bátran, azt mondják, hogy hát bizony itt azért nem annyira jó a történet. Tehát nem szűnt meg a bűnözés, nem lehet két pofonnal kizavarni a kicsodákat, nem lett tisztában a város, nem működik a történet. És hagyd mondok egy dolgot, amit nem akarom távolítva bántani Vona Gábort. Én május 1-én jöttem rá arra, hogy van valaki, aki már nem szuverén teljesen, hogy neki már a tanácsadók erősebbek, mint a maga ízlése. Tehát amikor május 1-én papagájnak öltözött, nem tudom, megvan egy piros pulóver, fehér ing és zöld nyakkendő, tehát piros feje zöldbe öltözött, az olyan módon taszító volt szerintem, ez azt jelenti, hogy már nem ő dönti el. Neki azt mondják, és nem mondhatja azt, hogy nem. Nekem ilyet nem adhatta volna rám. Jó, csak ugye én többször beszélgettem vele ebben a Jobbik TV-ben, nem tagadva azt, hogy én nem nagyon tudom, hogy mit keresek ott, de ha megkérnek rá, akkor beszélgetek, mert a foglalkozásomat üzöm, és azt tudom üzni, miközben puszipajtások nem leszünk sohasem. Szóval, hogy kormányzó képesség egyfelől, másfelől pedig ugye örökké ott van az én fejemben Zugló, az, amit a Gergő annak idején kitalált, és aztán ugye hamvába holt ez a technikai koalíció, mert ugye amikor árvíz van, akkor ba meg nem nézzük, hogy a másik jobbikos, rakjuk a homokzsákot. És ugye az volt a válasz erre, bonyolultan, de hogy nincs akkora baj most, nem fogunk össze. Magyarul demokrácia deficit, meg anyám kínja különböző külföldi latin kifejezések, nincs akkora baj, hogy össze kéne fogni az ellen, amiről egyébként kereskedelmi tévékben és rádióban, ami maradt és újságokban, kígyót és békát beszélünk. És akkor az én lelkem azt mondja, srácok, ez a Fidesz mégse lehet olyan rossz. Valószínűleg túl egyszerűen fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy sem politikai, sem technikai. De megetett, hogy mondom. Én akkor megpróbálom ezt nagyon világosra tenni. A diktátor szobrát akkor lehet ledönteni, ha az fel van építve. Fel van építve Orbán Viktor diktátor szobra a magyar emberek lelkében és fejében. Nincs. Akkor van népfront, akkor van teljes körű összefogás, ha ez a kép föl van építve. Ma az nincs. Csak hadszor közben az én nővérem Fidesz alpolgármester is az ő lelkében föl van építve. Csak hadd mondjak, egy hiteles tanú vagyok. Másik pedig, hogy ne felejtsd, Gyula, legutoljára ma mondta nálam Gyurcsány Ferenc azt, hogy nem akar semmilyen erőszakot. A ledöntés. Megértettem. A szobor döntésre gondol. Én ezt értem. Én ezt értem. De nekem tetszik, arról meg, a Pikinger tudom esni. Igen, pont rá gondoltam, hogy az túl korai volt. És a második, az pedig az, hogy ez a választási rendszer nem igényli azt, hogy ez a két pólusóval tegyük. Nekünk kifejezetten érdekünk a három pólus. Kifejezetten jó az, hogyha a Jobbik 15-20%-ig fölmegy, hát az oldalt osztja, mert ők csináltak egy választási rendszert, ami ha jól csináljuk, a saját sírásoljuk lesz, a saját sírjukat is ők megásták, mert 35%-kal, ami nekünk most megvan, 35%-kal lehet többséget szerezni, ha ez jó van. Jó, de egy-egy Gyula ne felejtsen. Az pedig az, és elmondtam, hogy én szerepeltem ottban a tévében, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem voltam őszinte, és a magam részéről én is ezzel valamit bebizonyítottam. De tény is, én itt egy mellékszereplő vagyok. Tény az, hogy ezzel a szocialista párt, fejezd már be a mondatot, mi a jó szó, hogyha egyébként a szocialista párt elnökjelöltje a Jobbik elnökjelöltjével, miniszterelnökjelölti vitát folyt. Mit jelent ez a másik irányában? Legitimálja? De én máshonnan nézem a dolgokat, engem azért még mindig érdekel az, hogy vajon lehetséges-e a szövetség a szocialisták és a Jobbik között. Mert ha nem vagyok a honni szerkezet része, akkor azt mondanám, hogy a fő célt szinte csak úgy lehet elérni, ha tényleg igaz a hír, hogy az Orbán kormányzásnak véget kell vetni. Mert azt is lehet mondani, hogy Szegfi Gyulaként azt fogom mondani, hogy majd aztán később kialakulnak a különböző irányok, különbségek, vélemények. Magyar történelemben azért volt pár ilyen. Halálos ellenséggel szövetséget kötni csak azért, mert igen, nem lehet arra várni, hogy majd itt is lesz egy Tőkés László, aki mond egy olyan beszédet, hogy a diktátor összeomlik. Tehát azért mondom, hogy én értem, hogy lájtos,
Fideszt látunk, ráadásul mélyen meg vagyok győződve róluk, hogy antiszemiták akármit is mondanak, de akkor is machiavellisztikus módon mondhatom, hogy tényleg van egy cél, hogy ezt a célt rengeteg módon el lehet... Csak te is fejedben mondhatod. Hogy miért nem csináljuk? Hát igen. Nem lehet. Én ezt itt Budapestről nézve is a világot, ez egy jó elemzés, a számok ezt mutatják című gondolat, politikai értelemben ez teljes egészében feloldana minket, pont az indulatod, amit egyébként az előbb mondtál a tisztaság kapcsán, plusz vidéken fölmentenénk a szavazókat az alól, hogy egyébként pedig nem lehet átjárni. Nem, ezt nem így látom. Úgy látom, hogy egyrészt van indulat, de ha azt mondja valaki, mint a népmességben, hogy összefogunk a gonosz ellen, és akkor megtestesítik a gonoszt, és láthatóvá teszi, tehát teljesen nyilvánvalóvá tesz, és azt mondják, itt ez olyan dolog, mint az árvíz. És olyan egyértelmű a gonosz is. Ez a nemzeti kormány. És akkor összefogunk, az és aztán ugye jön kormány. Ez a dolog, hogy akkor új választás, egyebek. Csak én azt mondom, hogy én nem vagyok politikus, és nem is tudok politikus fejjel gondolkodni, sokat beszél a politikusokkal, de hál' Istennek megmaradtam kívülállónak, hogy érted, az, hogy ha összefogunk, az nem azt jelenti, hogy egyetértünk, de van egy közös célunk. Nem szeretem Simicskát, de a közös a célunk. Igen, éppen csak érzem, az is a mi pénzünk volt, mert azt 4 évvel ezelőtt lopták el, tehát a látszólag az is közpénz. Szerintem ma, ha nagyon egyszerűsített... Nem, a Simicska pénz. Értem, de nagyon szegények, csak hogy többször volt szó a pénzről, nagyon szegények vagytok. Nagyon. Ez az ország úgy néz ki, hogy van egy masszív 30-35%-os Fidesz támogatókör. Ez nem fog már csökkenni, ez nem egy elvi kérdés, ez egy hívő tagozat. Hisz abban, hogy Orbán Viktor Csaba királyfi egyeneságú leszármazottja. Mondjuk azt mondjuk, hogy van 2-15%-os, még balabb, vagy még jobbabb is egy bal. És ott van köztük az a 40%-nyi Magyarország, az ingadozók, akik szeretnék egyszer végre a lottóötöst eltalálni. Ezek arra várnak, hogy megjelenik-e valaki ebben az ügyben. Ha mi ezt a dolgot összerakjuk, én attól félek, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy na, akkor inkább nem. Uh-huh. Tehát nekünk inkább magunkon belül kéne először rendet tennünk, magunkon belül a mi oldalunk. Még annyit, hogy az önkép, ugye nagyon hosszan beszélgethetnénk, ugye, hogy milyen az önkép, mert ugye ezek az unikumok, meg büdöslábú, tehát ez ugyanúgy megvan, mint ahogy megvolt 4 évvel ezelőtt is. Mármint magunkról? Nem, rólatok. Tehát amikor beszélnek... Én ezt a szót nem mertem mondani, de igen, majdnem ezt használtam valahol, vagy belső. És én ezzel nagyon kiakadtam. És ugye talán pont a Gergő mondott egy ilyen mondott, még ott még jóval korábban. Nem akarok tévedni elnézést. Jó, tehát amikor a kérdésetek arról szólt, hogy miért nem állunk össze, akkor tegyük már azt hozzá, hogy a saját oldalunkon a látszólag egyébként a politikai értéktartományaink közösségének, tehát van közös felülete, ott azt mondja valaki, hogy ez a múlt, jövő, ez a büdös lábú, nem szeretem a szagát. Tehát ezen az oldalon is félre kéne tudnunk ezt tenni, és például az ajánlat most pont erről szólt, hogy billentsük már ezt a dolgot át valamennyire. Mivel? Hát ezzel, hogy azt mondjuk, hogy akkor mi odaadunk 49%-ig a listás helyet, csináljuk ezt meg, ezt pipáljuk ki, és talán ne foglalkozunk az összefogással, de az összefogás technikája. Jó, nem fogadják. Hát, akkor most nem, mint a lakosság is. Nagyjából 5 percünk van. Népkérdezem. Például van egy rendetes problémám ebből az összefogással, hogy a politikai pártok egyeztetik a programjaikat, vagy azt hogy gondoljam? Hát csináltunk ilyet 4 évvel ezelőtt, az kicsit majd, hogy nem ilyen viccesbe fordult néha, mert azon bukott meg mondjuk néhány tárgyalás, hogy Baját Tamás azt mondta, hogy a 115 000 forintos minimál bér az elfogadhatatlan, 98.500-nál nem lehet több. És ezen ma Leszik. Ugye egyszerűbb a helyzet, mert a kéménybe föl kell írni, hogy váltsuk le Orbán Viktort. Ez van a tetején. És alá rakjuk azt, amit lehet rakni, ez egyfelől választástechnikai lista, 106 körzetben meg kéne nézni, hogy kinek van jó helye. Most de a Gaburán is meglépte azt, hogy a külföldön élő magyarok okébe. De ez belefér most. És utána pedig néhány tartalmi kérdésben állapodjunk meg. Igen, ez az, hogy a zöld energia kérdésben nem fog megállapodni. Hát ez, igen. Nem fog megállapodni, de a váltsuk le Orbán Viktor kérdés az el tud vinni mindent. Hagyj meg a 106 körzetről valamit, és nem bántok senkit, se az itteni polgármestert, se Jócsányikat.
az nem lehet, hogy valaki elmegy az esküvőre, és az esküvői tortáról a mennyasszony vőlegény elől leeszi az epret meg a tejszínabot, és ott hagyja a ifjú párnak a tésztát. De hogy arról van szó, hogy mindenki Budapest 13. kerületére hajt, Zuglóra hajt, Salgótarjára, Miskolcra. Ő meg azt mondja, hogy ezt nem lehet megmondani a násznépnek, hogy ne hozza magával a gyerekét. Jó, de akkor osszuk ezt el úgy, hogy Mohácsról is beszélünk, Csarnáról is beszélünk, ahol emberemlékezet óta nem nyert baloldali 1920 óta. Tehát ez a, beszéljünk ezekről is. Mi azt mondjuk, hogy mi készen állunk a 106 helyet kitenni, tegye ki mindenki, nézzük meg, hát a tök jó nevek vannak. Hát, ami nem gondoltunk valakire, el kéne tolni a pártoktól, melyik a jelöltek egy jelentős részét, helyben hiteles embereknek kéne. Van egy pár ilyen, akit bejelentettünk. Úgyhogy én nagyon nem akartam, fél éve ellenállok az összefogással való bíbelődésnek. Most egyszerűen már kellett valamit mondanom, akkora volt a nyomás rajtunk. Valójában már rég arról kéne beszélni, hogy milyen Magyarország lesz az, amit mi csinálunk. Hogy ott lesz a 13. havi nyugdíj, hogy azt mondjuk, hogy 6% a GDP-nek oktatásra megy, hogy azt mondjuk, hogy olyan adórendszer lesz, amelyik nem a tetején hagyja. Most egy olyan napon beszélünk, amikor Bétervel irkálnak a Lattmann beszédéről, neked személy szerint saját sorsodat tekintve van B vagy C terved, vagy D terved, vagy most április 1-éről, vagy nem tudom, 8-áról van szó, hogyha azok lesznek azok a vasárnap, vagy egyáltalán az vasárnap esélye, amivel maga foglalkozol. Beszéljük az első politikai, amikor az MSZP elnöke a Bétervről kezd beszélni, akkor mindenképpen ugye az a klasszikus vicc, amikor azt látjátok, hogy én vagyok a bombaszakértő a hátamon, és ezt olvassátok, fussatok. Tehát amikor a Péterről kezdek beszélni, akkor már az azt jelenti, hogy az átterjedés. Igazad van. Tehát én nem fogom, ami a saját személyes sorsomat illeti, én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mi sokat beszélgettünk akkor, ugye a kerület okán, én kaptam egy lehetőséget arra, hogy valamit csináljak. Nekem ez ilyen szempontból egy jutalomjáték. Én tényleg tenni akarok valamit. Nekem nincsenek már olyan típusú vágyak ebben, hogy akkor ez lesz, vagy az lesz. Ezt meg akarom jól csinálni. De 11. kerületben még vissza. Szeretem ezt, onnan már nem megyek vissza. Ja, én fogok indulni egyéni körzetbe, ha úgy alakul, de az önkormányban nem. Én megköszönöm, Tibor. Nincs. Hajrá, meg pénzt, majd te úgyis elsütöttem. Rá fizették. Köszönjük szépen a figyelmet.